Köszönöm szépen, hogy eljöttek az Együtt mi győriek itt marcalvárosi kampányító rendezvényen. A városrész szívében a Marcal étterem mellé várták a győri szavazó polgárokat, akik részletes tájékoztatót kaptak az elmúlt évek történéseiről. Talán emlékeznek nagyon-nagyon sokan, hogy jó pár évvel ezelőtt meghirdettük azt, hogy a költségvetésünk nagy részét fejlesztésekre fogjuk fordítani, és ezt így tesszük minden évben, hiszen több mint 10 milliárd forint nagyságrendben minden évben komoly fejlesztéseket hajtottunk végre. Itt Marcalvárosra is jellemző. A célokat közösen és eredményesen sikerült megvalósítani, amihez szükséges a lakosság támogatása. A győri önkormányzat jelentős összegeket fordít a városrészek fejlesztésére. Öröm számomra, hogy bölcsődeink, óvodáink újulnak meg folyamatosan, és nem utolsó sorban pedig az épített környezetünk. Ugye nagyon sokan beszélnek, és a szemünkre hányják azt, és pont ráadásul itt nem igazán lehetséges, hiszen a legzöldebb területen vagyunk, hogy nagyon sok fakivágással tönkretesszük a környezetet. Azért azt hadd mondjam el, hogy évekkel ezelőtt elindítottunk egy nagyon komoly programot. Remélem, hogy ezt önök is tapasztalják, de ez így van, több mint 4000 fát ültettünk el, és minden évben ez azt jelenti, hogy legalább 1000 fával bővül Győr és Győr környéke. És aztán mi nem voltunk restek abban sem természetesen, hogyha már a környezetvédelemről beszélünk, és nem csak beszélünk, hanem arról is, hogy elsősorban a kerékpárútjaink bővítésével, a forgalom gyorsításával, hiszen azért most már lassan világvárossá növekedtünk, igyekeztünk olyan fejlesztéseket idehozni, ami megvédi ezáltal a környezetünket is. A jelenlegi önkormányzati képviselők egyben jelöltek is, és munkájukat szeretnék tovább folytatni. Együtt mi győriek, ez nem csak hangzatos szlogen, hanem mögötte valóságtartalom is van, mondta Rózsa Völgyi László. Önök elmondják, hogy mire van igény, önök szeretnék azt, hogy száraz lábbal át tudjanak elni a parkoló felé, akkor új járda került oda a parkoló felé. Önök szeretnék azt, hogy amikor a kismamák vagy esetleg az idősek elestek ezen a járdán, itt mögöttünk mentek az aluljáró felé, természetesen meghallgattuk együtt, mi győriek, hogy önöknek nehogy baleset legyen, újra valakit el kelljen kórházba szállítani. Kismamák nagyon sokszor kérték azt, együtt, mi győriek, hogy nem tudnak lemenni ott az aluljáron, mert rázott, akkor csodálatos új burkolat lett. Az együtt mi győriek kifejezésnek valódi tartalma van. De amikor az a vád ért bennünket, hogy úgy érezték, hogy Marcalvárosban kevés, ugye nincsen művelődési házunk, és szeretnének egy olyan fórumot, szeretnének egy olyan program sorozatot, ahol jól érzik magukat, akkor elindítottuk a Marcalvárosi augusztus 20-at, és lám-lám robbanásszerűen évről évre fejlődve idén hallhatták, jól hallhatták, de 23 ezeren szórakoztak már több napon keresztül. Borsi Róbert 2006 óta tagja a győri közgyűlésnek, és próbálja megkönnyíteni, kényelmesebbé tenni az itt élők hétköznapjait. Az elmúlt napokban nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy amikor erről a 13 évről beszélünk, akkor mennyi mindent lehet megemlíteni, és természetesen ebben sok apróbb, nagyobb, kisebb dolog is volt, de végül is azzal nyugtáztam magam, hogy a legtöbb esetben megoldottuk a dolgokat, rengeteg járdafelújítást hajtottunk végre, parkolókat bővítettünk, zöld területet rendeztünk, és hát bár ugye most Marcalvárosról beszélünk, de egy nagyon nagy projektként a 10-es választókerületnek a másik végén, Adivárosban elkészül a vásárcsarnok is, úgyhogy szintén egy nagy léptékű beruházás, ami azt is jelenti, amit én többször elmondtam már akár közgyűléseken, akár fórumokon, hogy ez a város úgy él és úgy működik, a város vezetése, hogy nem csak a belváros és nem csak a központi terek újulnak meg, hanem minden egyes választókerület közt a Marcalváros is és Adivárosnak azon része is, illetve Adiváros része is fejlődik ugyanúgy, mint a többi városrész. A győri Fidesz-KDNP önkormányzati választási kampánya során valamennyi városrész képviselőjelöltje bemutatkozik a következő hetekben, és ismerteti programját, elképzeléseit.